Én nem is tudom, mit mondjak. Ez valamit próbálj. Valamit. Mert ugye elkezdtük a vendégeinkkel már azt... Nem azt ki mondom, milyen hogy... jól néz ki. Igen. Ez már tényleg. Igen, Szögecki Ági és Szing Viki, jó reggelt. Jó reggelt. És reggelt. Mert nem, akkor gyorsan elmondjuk összefoglalom, hogy Ágival már 1000 éve ismerjük egymást, és valamikor 500 évvel ezelőtt találkoztunk utoljára, igen. De én sose láttalak téged olyannak, hogy azt mondtam volna rólad, hogy már pedig neked kéne, vagy kellene fogynod, és akkor te meg azt mondod, hogy de Robi, hát hiszen én fogytam is egy csomó, de én mindig ilyennek ismertelek téged, vagy emlékszem rád. Az az igazság, hogy azért ezt tudni kell leplezni szerintem, tehát egy ügyes és okos nő az megtanulja egy idő után mondjuk azokat a testrészeit eltakarni, amiket nem kedvel, de én 10 kilót fogytam most, komolyan. És nem tudom, fel tudok-e állni, de csak hát azért szeretném megmutatni. Valahogy bejöttél a stúdióba, de... Mert nekem ez egy 34-es nadrág, tehát nekem most per pillanat így szó szerint vissza jó, a 12-es karikába megyünk. Nem, hanem hogy azt szerettem volna csak mondani, hogy nekem nagyon-nagyon sok ment le, és igazából amire talán büszke vagyok az, hogy másfél éve nem jött vissza. Tehát nagyon örülök annak egyébként, hogy tényleg rátaláltam erre a kis kulladió csodaszerre, aminek köszönhetően nekem az egész életem megváltozott. Na és ez micsoda pontosan? Ez egy étrendkiegészítő tabletta egyébként, ami nekem elsősorban egyébként, és ez a legfontosabb, mert tényleg szeretném kiemelni, teljesen elvette az étvágyamat. Ugyanis nekem ugye megszületett a kicsi, és ahogy őt letettem esténként aludni, hát igazából ilyen nasi őrület jött, és én megettem egy óriás milkát is, vagy óriás, egy óriás ilyen. Csokoládét, igen. Szívemből beszélsz. És rajtam ti is azért... ilyen esti evők vagytok? Igen. Ja, én imádom. Igen, imádom. Én képes vagyok arra, hogy nem ezek egész nap semmit, de este parádés módon képes vagyok kipakolni. De akkor te is ügyesen szedsz valamit, mert nem látszik rajtad. Jaj. Gyere máskor, és most mondhatnám azt. Hallanám, mi megy a sminkbe, amikor felveszi az ingeket reggel. De látod, te is jól titkolod akkor. Nem, hát én mondjuk tehát... annyit ezért hozzáteszek, hogy én leszoktam a cigiről, nem? Leszoktam a cigiről ugye tavaly, ugyanis már másfél éve volt, és egy pár kiló feljött, de nem is én vagyok a fontos, hanem hogyha nézi az ember a közösségi médiát, akkor ugye veled kapcsolatban is, Viki, folyamatosan láthatjuk azokat a fantasztikus képeket, amit ugye, hát nem tudom, ennek a diétának köszönhetően értél el, mondott te, ugye? Abszolút. Tehát, hogy nekem ugyanez a hatás, az étvágycsökkentés, és ugye az én kis csodaszerem Indiából érkezett apukám által. Igazából én kipróbáltam egyébként a kóladiót is, én azt is nagyon szeretem. Tehát igazából ami nagyon szuper dolog ebben, hogy abban támogatja a diétádat, hogy nem érzed a pusztító éjséget, azt, hogy meg akarom enni ezt a túrógombócot, mert nekem erre szükségem van. Vagy olyan stresszes vagy, hogy leütsz bármikor valakit. Tehát nálam inkább az volt a probléma, hogy én csináltam egy tojásdiétet annak idején, ami az első két nap tök jó volt, harmadik nap azt éreztem, komolyan, ezt nem viccelek, én nagyon sok diétet kipróbáltam, egyik sem jött be, én harmadik nap olyan agresszív voltam, hogy úgy éreztem, hogy bárkit leütök egyébként, mert éhes voltam. Na és mi a különbség a két módszer között? Azt tudjuk? Vagy ez egyszerűen egy más összetevőjű? Szerintem az összetevő. Így van, igen. Tehát nekem kétféle kóladiót tartalmaz tulajdonképpen az enyém, amit én szedek, és nem tudom, hogy a tiédben van-e, mert én viszont az indiétet még nem próbáltam egyáltalán, de az enyém, a kóladió nagyon-nagyon szuper, hogy koffein tartalma van, ami miatt pörgök is. Tehát, hogy én nem úgy vagyok most vékony, hogy nem éhezek, nem stresszelek, nem idegeskedek, hanem mivel összeszűkült a gyomrom, ezért amit eddig ettem, mondjuk én végig tudtam enni 3 fogásos menüt, nagyon szeretem a desszertet, ezért még az édességet is megettem hozzá. Most mondjuk mindennek a felétől teljesen jól vagyok lakva, és abszolút tudom tartani a súlyomat másfél éve. De ez mondjuk nagyon szuper. Nekem a silahit ez az összetevő, ami egy kicsit megpörget. Ugye nyilván én ragaszkodom az ilyen indiai dolgokhoz, apukám nagyon mélyen beleásta magát ebbe az ajurvedikus gyógyászatba, mert neki is voltak problémái, gyomor problémái, és
főleg emiatt. Nálam az hozta meg a váltást, hogy teljesen át tudtam térni az egészséges életmódra, és hogy nem hiányoznak már azok a dolgok, amiket eddig ettem, hanem teljesen önkéntelenül már megszoktam, hogy nem a csokit veszem le a polcról, hanem az epret, és hogy ami nagyon nehéz volt... Akkor erre az majd megtaníthatnál. Jó. Bocsáss, de hogy a szabadba vágtam. Hogy, nem, hogy megtanultam nem sajnálni magam emiatt, hanem azt mondani, hogy nem az van, hogy fú, de szerencsétlen vagyok, hogy nem ehetem meg ezt a csokit, hanem hú, de szerencsés vagyok, hogy én ebbre tehetek. Tehát, hogy mert én ennyire jó dolgokat adok az én testemnek, tehát, hogy ez is egy ilyen, tudod, ilyen pszichésen meg kell fordítani a dolgokat. Hú, de ügyes vagy, Viki. Ugye? Nekem ez viszont pontosan úgy megy, hogy én megmondom őszintén, hogy én nem tudom letenni például az édességet, én eszem, de kevesebb. Tehát mondjuk nem eszek most már meg 3 darab nutellás palacsintát, hanem 1-et. De nem vonom meg magamtól, mert azt a picit, azt viszont fel tudom úgy dolgozni, ha napközben eszem. Inkább arra figyelek, hogy 6 után, mint ahogy eddig rosszul étkeztem, táplálkoztam, 6 után viszont tényleg nem eszek. Ami valószínűleg nagyon sok embert érdekel, hogy mennyi idő alatt, hány kilótól szabadultatok meg? Én 1,5 éve kezdtem, és én akkor nekem nagyon gyorsan, hát mihez képest 1,5 év alatt lement 10 kiló, viszont én azóta inkább azt tudom mondani, hogy talán még így folyamatosan megy le, de én nem állok napi szinten mérlegre, hanem érzem, hogy nem hízok, hál' Istennek, úgyhogy én több mint 10 kilónál tartok most. És ez 1,5 éve kezdődött. Ugyanez nekem is, ez a nagyon intenzív kezdés, és most így tartom, viszont úgy tartom, hogy azáltal, hogy átálltam egy másik, gyakorlatilag egy másik életmódra, mindenki mondja, hogy viszont folyamatosan fogyok. Tehát, hogy én már nem látom, és nem, én már konkrétan nem diétázom. Tehát, hogy azt tudni kell, hogy én nem diétázom, csak máshogyan eszem. Egy percig nem éhezek, és például én hétvégén szétcsalom magam. Tehát, hogy nálam az, hogy hétközben odafigyelek, hogy nagyon jókat eszem, hétvégén viszont én megyünk fellépésre, megyünk a párommal ide, oda nem éreztek a lányok a salátát eszik. Táplálkozásról beszélünk, tehát azért ezt adjuk hozzá. Nem úgy értem, hanem azért akkor becsúszik a helyi polgármester feleségének a finom süteménye, tehát hogy azt nem fogom nem kipróbálni, persze, nem az mindig, a polgármester feleségének a sütét meg kell kóstolni, hát, utána hívnak pennyit fellépni, érted, de nem kóstolnád meg, akkor nem hívnánk, tündériek voltatok, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek. Egyetlen egy dolog nem derült ki, hogy ez a kóladió mi. Ez táplálékkiegészítő. Igen, tudom, ez, de egy hogy ez egy gyógynövény. Gyógynövény, na. Így van. És tabletta formában? Vagy? Igen, kapszula, 3x1 kapszula, egyébként reggel, délben, este, és ez egy gyógynövény egyébként, ami egy kóladió kivonat tulajdonképpen. Na hát nagyon szépen köszönjük akkor ennek birtokában, igen, tudásával köszönhetünk el a nézőinktől, legyen szép napjuk, holnap pénteken a szokásos időben várjuk majd önöket fantasztikus hírekkel, vendégekkel, Nyitrai Zsolt fog aztán a kormány részéről érkezni. Hát bízom benne. Igen, nagyon, két hete. Robi nagyon várja. Két hete. Nézők milliói. Értem, igen. Várják. Legyen szép napot. Napot.